Kácka, jöttem nektek ide, hogy beszéljek egy kicsit a csatornáim jövőjéről. De lehet, hogy kicsit arra még, mert azért járkálnak ilyen autók, szóval nem jó. Szóval lehet, találtam egy egész nyugis helyet. Itt egy nagy mező. Szóval ugye a csatornák jövőjéről lenne szó, ugye a jövő héten már egyébként lesz számítógépem. Viszont a legfontosabb az, ugye írtam nagyon sok zenét. Gondolom, sokatok tudja. És én gondoltam, hogy ezeket majd szeretném közé tenni YouTube-on. Nem tudom, hogy mennyire lesz megosztom, mert igazából elmondom sok mindenről a saját véleményemet. Hát 14 éves vagy, de szerintem azért lehet véleményem. Nagyon sok mindenről. Meg van benne sok paródia is, ami mondjuk a mai zenének a paródiája, amiket nagyon sokan csinálnak. Lesz olyan zene, ami a családomról szól, lesz olyan, ami az apukámról szól. Meg ilyen, amit most hallottok szerintem, halkan, amit beleteszek, az is az egyik alapomnak a zenéje, akit a Kibi csinálta, amit megtaláltuk a leírásban. Igen, szóval az intro lesz elvileg, és talán annak lesz így a legpörgősebb a szövege, mert azt tervezem, hogy nagyon gyorsan így elreppelni. Van, amit inkább így ének féleséggel próbálkozunk. Gondoltam, hogy ez egy egész új csatornát akarok, mert nem akarom, hogy itt Happy Kft. Legyenek ezek, hanem ilyen Vale 27 Music Kft. Néven gondoltam, amit csak akartok megjeleníteni, hogyha már lesz ugye gépem. És igazából ilyen albumot szeretnék összetenni, amit nem hiszem, hogy fizetősé teszek így, de nem hiszem, hogy azt szeretném, viszont hogy szeretnék, hogy mert valamely van olyan zene, amihez így klippet tervezek csinálni valamit, meg utána később csak ilyen audióba szeretném kirakni. Tehát nagyon-nagyon sokféle zenét készítettem, van ami a irigyekről szól, csak simán, meg mindenféle van. És úgy gondolom, hogy annyira nem lettek rosszat, ahogy így felrepeltem, vagy úgymond felénekeltem. Ez már föl is van véve. És azt elmondom, hogy van egy ilyen Trabant című zene, ami azért Trabant című zene. Nem azért, mert valakinek lopni akarom a munkásságát, főleg annak a Suzuki gyereknek, mivel én már előtte megírtam, mielőtt kirakta, de nyilván nem ez a lényeg, hanem hogy azért, mivel nagyon sok híresebb előadó, olyanokat rak ki zenecímnek, hogy ilyen Lamborghini, meg Ferrari, azt gondoltam, akkor egy Trabant megteszi, és ezt elmondom, hogy igazából nem muszáj ide egy luxus autó, mert jó luxus autó, oké? Okay. Köszönöm. Itt elszállt egy ilyen Dongo. Szóval igen, akkor lesz egy olyan című is, ahhoz tervezünk nyilván klippet csinálni, egy ilyen Trabanttal valószínűleg. És az összezenémet alapját a Keybeat biztosította, szóval a leírásban benne lesz a csatornája. Úgyhogy igen. Egyébként itt is tervezek egy klipet forgatni, mert elég érdekes, ugyanis a Remény című klipet, ami az apukámról szól, azt itt is szeretném forgatni egy részileg. Ugye ő már sajnos meghalt, ezért gondoltam, hogy megérdem el zenét. Meg lesz, igen, lesz egy olyan, amiben van német szöveg is. Ugye én félig német vagyok, és így szeretném, hogy németül elírok egy pár sort. Ugyanis a magyar Deutsch Flow című számban, aminek szintén tervezek klipet csinálni majd. Abba van német is, meg magyar is, ugye azért magyar Deutsch Flow. Szóval egyelőre ennyi. Remélem mindent elmondtam, most egy kicsit ilyen összeszeretlen voltam. Szóval igen, ez egy ilyen kis bejelentkezéses tusz volt. Remélem tetszeni fognak mindenféleképpen a zenék. És egyébként ugyanúgy szeretnék ezzel is foglalkozni, Epic Kft-vel sok streamet is szeretnék csinálni, úgyhogy mindent szeretnék, de mi fog valóra válni. Na, tehát tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, én Vale voltam. Sziasztok! Puty! Amúgy ott nincsen Trabant, az egy kicsit érdekelne. Szóval tudom, hogy utcánkban van egy, ami talán kölcsön tudunk majd kérni. Vagy valami ilyesmi. Már én életemben nem láttam még elmozdulni, max egyszer. Pssiu.